Sziasztok, Ádám vagyok, a te pontút nézitek, és a Vétek XTAB 79 qc van a kezemben. Ezt fogjuk frissíteni az Android 4.4 Kitketre. Sajnos még a gyári hivatalos frissítés nem érhető el, ez egy kicsit későbbre várható. Azonban egy custom romot sikerült már két hazai modern készítenie, amit meg is kaptunk most a mai reggel folyamán. Így bemutatjuk, hogyan lehet feltelepíteni ezt a romot a x 79 qc re amit viszont mindenképpen fontos szem előtt tartani, hogy ez garancia megvonással jár, így mindenképpen csak saját felelősségre szabad tulajdonképpen telepíteni ezt a romot, hiszen akár, hogyha nem hozzáértően teszük ezt a telepítést, el is ronthatjuk a készüléket. Itt van tehát a kezemben a VTX Tab 79 QC, amiben ha belemegyünk a beállításokba, láthatjuk, hogy 4.2.2 fut a tableten. Van itt nekünk egy Windows rendszerünk, amin le fogjuk futtatni a frissítést. Ehhez tulajdonképpen előbb le kell töltenünk a gyári romot. Ebben van benne ugyanis az RK batch tool, aminek segítségével lehetőség van frissíteni a tabletet. Mindenképpen szükség van a rendszergazdai jogosultságokra, hiszen csak ezzel fogjuk tudni frissíteni a tabletet. Most kikapcsoljuk a készüléket, a tabletet megvárjuk, hogy ez megtörténjen. Ezt követően egy jó minőségű USB kábelt kell használnunk, lehetőleg akár gyárit is, ami nincs megtörve, hiszen sérült kábellel akár problémát is okozhat a frissítés, illetve fontos, hogy lehetőleg ne használjunk USB toldókat, így mindenképp egyetlen egy kábellel oldjuk meg ezt a frissítést. Csatlakoztatjuk a vétek tabletet USB-n a számítógéphez. És most jön egy viszonylag fontosabb részlet. A hangerőszabályzó felfele gomba nyomva kapcsoljuk be a tabletet. Nyomjuk a hangerő felgombot, és mellette a bekapcsoló gombot ezzel egyszerre. amivel így elsőre pont nem akar történni semmi. Ah, közben, ahogy látom, ki kellett választanunk a gépen, hogy a Windowsnak szeretnénk adni a jogosultságot. Közben itt a tableten nem látunk semmit, azonban a lényeg az megjelent a gépen, hiszen amint látható a Connected Device-nál az egyes rész itt zöldre váltott. Ez azt jelenti, hogy a tabletet betallózta a Rockchip Batch túl, és ezzel már készen állunk a frissítésre. Felül ki kell tallóznunk a megfelelő szoftvert, alapértelmezetben nálam a gyári 4.2.2 szoftver van, azonban kikeressük a már letöltött AirKitCat 4.4.2 image ezt, mint látható, be is töltötte itt a rendszer, és rányomunk a Restore-ra. Pontos kiemelni azt is, hogy minden programot törölni fog a Restore gombbal a készülék, erről a frissítés, így ez figyelembe kell venni. Ekkor elindul a frissítés. Amint látható villog is rögtön a tablet, illetve bocsánat a connected device sárga, zöld, fehér színekben és folyamatban van már 10%-nál jár a szoftver feltöltése. Ilyenkor tulajdonképpen hagyni kell a számítógépet is, illetve a tabletet is viszonylag magában nyugalmi helyzetben, hogy lehetőleg ne szakadjon meg ez a frissítés, hiszen ez akár a tablet végét is jelenthetné akár. Így most én sem nyúlok hozzá, hagyom, hogy végezze a frissítést, ami már a felévnél jár. Ilyenkor a Best túl feltölti a szoftvert, illetve telepíti is ezt a vétek tabletjére. Ez a frissítési metódus mint ugyanaz, mint a gyári megoldás, hiszen az összes rockchip terméket ezzel a Rockchip Batch Tool programmal kell frissíteni. Amit viszont jó tudni, hogy az Windows 8.1 alatt jelen pillanatban nem működik teljes egészében jó, így mindenképpen Windows 7 vagy esetleg Windows 8, ami használatos. Én jelen pillanatban egy Mac OSX et futtatok, azonban ebben egy virtuális gép alatt fut a Windows 7, amiről elindítottuk mi is a frissítést. már közben a feltöltés a szoftvernek készen olyan, pillanatban csekkolja a rendszert. Ez a frissítés egy pár percet vesz igénybe. Nagyjából. Hát hogy mennyit, azt én sem tudom pontosan. Mindjárt kiderül ez az első telepítés. Amint itt látható volt, a kijelző alján megjelent a VTEC logó. Illetve belépett a recovery -be a tablet, ami kevésbé látszik. Közben én visszaadom a kapcsolatot a Windowsnak. itt látható elkezdett ismételten tölteni, illetve bútolni a vétek. Elvileg az RKBS túl alapján sikerült a frissítés, ami azt jelenti, hogy ha minden igaz, akkor így van, már az r pont kettő a tableten. Ilyenkor még fontos az, hogy ne húzzuk ki a tabletet, várjuk meg, amíg bebútol a rendszer, és csak utána távolítsuk majd el. Hiszen még itt is akár fontos lehet az, hogy csatlakoztatva maradjon az RKB-s a tablet, Itt az első indítás egy kicsit lassabb lesz a tableten mindenképpen, hiszen itt még a telepítés fázis a zajlik tulajdonképpen az első bootnál, azonban már csodálhatjuk a RKit 4.4.2 boot screenjét, ami egyébként látható rajta a készítők neve is, ez pont nem. Itt pedig már be is bootot, rögtön magyar nyelv az alapértelmezett, Ilyenkor már kihúzhatóvá válik az USB kábel, és tulajdonképpen a számítógépre már nincs is szükség. Itt ahogy írja is egy pillanat, hát ez egy jó hosszú pillanat, amit még várnunk kell ilyenkor első indításnál, de szerencsére ez tényleg egy olyan első indításos pillanat, csak ami azt jelenti, hogy következő bekapcsoláskor már nem lesz ilyen problémánk. Itt a wifi hálózatot ezt most átugorjuk. minden csak előre és már itt is van az Android 4.4.2 KitKat rendszer az XTAB 79QC-in megyünk a beállításokba és láthatjuk is ezt a verziót ez volt tehát a VTEC XTAB 79QC-re az AirKit 4.4.2 Custom ROM telepítésének bemutató videója. Kövessétek továbbra is a te kettőt, sziasztok!